Üdvözlök ismételen mindenkit! Most lesz mutatva egy Energizer Energy 10-es mobiltelefon. Hát, legelsők azt kell megemlíteni, hogy eléggé jónak tűnik, márkás, köztudat tudja, hogy az Energizer főleg akkumulátorokat és újratöltős batrikat árulgat. Telefonnak az ára nem volt sokkal több, mint a szokásos modelloknak. Annyi a különbség, hogy kétszer nagyobb benne az akkumulátornak a kapacitása. Nem 500-as, hanem 1000-es van benne. És nyitom a csomagot, megnézni, hogy mi is van rajta, benne. Könnyedén nyitódik. Kezdve egy kicsit átnézem, mi is van benne. Benne van a telefon. Nem más, mint a csomagolva. És van a szokásos méret, rengeteg kínai telefon ugyanígy van legyártva, így a legolcsóbb nekük. És mutatom, ahogy milyen a belseje neki. Van rajta 2 darab sima SIM-kártya foglalat, ami van neki. Egy SIM 2, microSD. Látszik, hogy mi is van benne. Ugyanúgy néz ki, mint a többi szokásos kínai modellek szoktak. És a csomagban még mi is rálik még. Van egy töltője. Orginál nincs még piszkálva. Csomagolás. Újabb divat, hogy már egybe rakják. Nem lehet külön szedni, és akkor lehet már másokat másodira meg kell venni a másik fajta kábelokat hozzá. Nézd ki, jön az akkumulátorja neki. Van csomagolva. Origináltan még. Energizer van ráírva. Van egy standard szám, 1000 mA. GPT T1 827 2013, ez a standard akkumulátor számja neki. Csak itt át lett javítva telefonba, és még ráadásul még fülhallgatót is adtak hozzá. Nem semmi, mert rengeteg másik telefonokhoz már azt sem nem járt. Nagyon modern fülhallgató. Újabb szabványok vannak, úgy néz ki Franciaországban, hogy nem szabad a telefonhoz adni két kiálló fülhallgatót. Átlagban a fülhallgatóknak 2 szokott lenni, 2 erre lehessen rakni. Hát így a telefonhoz, amit adtak, csak 1 darab van rajta. Direkt van így, hogyha mész a városba, akkor ne történjen nagy balesetek. Az egyik füled szabadon van, a másik füleden meg hallod a környezetet? Hát ez meg vagyok lepődve rajta, majd ilyen fülhallgatót adnak. Nagyon sok közúti baleset szokott lenni abból, ha nem hallják a járműveket, és úgy oldotta meg ez a gyártó meg, olyan fülhallgatót adott, aminek csak egy rész lehet a fülbe helyezni, a másik fülön meg lehet hallani a környezetet. Én majd más is meglepődtem azon, hogy adtak hozzá használati utasítást, eléggé színeset, többihez nem szoktak ilyen szép színes utasítást adni, amiben meg van mutatva, hova kell rakni a SIM-kártyákat, memóriakártyákat, le van írva. Ennyi lenne. Több nyelven. Mennyi millimétert szabad? 13 milliméter távolság, az több mint 1 centire szabad a fült rakni. 1,5 centire szabad hozzáéríteni a fülhöz, az emberi testhez. Szerintem 3 centi lenne az ideális, de ők azt írják, hogy annyi. Akkor röviden ennyi lenne a telefon, akkor itt van ez a szép díszes dobozza neki. Nem semmi milyen díszes dobozt is adtak. Máshol nem szoktak ilyen díszeseket adni. Látszik rajta, hogy van benne egy tork. Az annyit jelent, mint hogy egy lámpa, vége a kamera, egy duál színes. És be van dobozolva. Színes telefon. El lesz indítva. Az is lesz majd videózva. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!